Egy ember meghalt, és eddig 108 ház égett le a Kazasztánban tomboló erdőtűzben. Az észak-kazasztáni Kosztanaj tartományban 2000 embert kellett evakuálni. A rendkívüli helyzetek minisztere elmondta, hogy a tűz gyorsan terjed, és jelenleg 43 ezer hektáron pusztítanak a lángok. Több száz tűzoltó, több tucat tűzoltóautó és helikopterek vesznek részt az oltásban, amit nehezít a magas hőmérséklet és az erős szél. Kazasztán miniszterelnöke utasította a hatóságokat, hogy mérjék fel a tűz által okozott károkat, hozzátéve, hogy a kormány finanszírozni fogja az új házak építését az érintett területeken, és támogatja azokat a gazdákat, akiknek a termése leégett. A kazak elnök Kaszim Zsomár Tokajev hétfőn utazik a régióba, közölte az elnöki sajtóiroda.